Az Európai Unió készen áll az együttműködésre Szerbia megválasztott köztársasági elnökével, Tomislav Nikolicsal. Az Európai Bizottságnak nem kétséges, hogy Nikolic folytatni szeretné azt a politikát, amelyen Szerbia az Európai Unióhoz való csatlakozás felé halad. Az Unió nem foglal állást a kormányalakítással kapcsolatos koalíciós tárgyalásokról, mondta Brüsszelben Stefano Sanino, az Európai Bizottság bővítési főigazgatója. Kiemelte, mindössze annyit kérnek a jövőbeni kormány vezetőitől, hogy céljaik között továbbra is szerepeljen az Unióhoz való csatlakozás. Az EU számára Szerbia kulcsfontosságú tényező a térségben. Arra a kérdésre, hogy csalódottak-e, hogy nem Boris Tadic maradt a köztársasági elnök, azt válaszolta. Ez a szerbiai lakosok döntése volt, amit tiszteletben tartanak. Az Európai Unió arra számít, Szerbiában gyorsan megalakul az új kormány.